Drága aranykövető, nézd meg, mert tétrehelyre befutó aranyukám, itt van a RTL. Kapol, nyilatkozom, várjál, most mindjárt kérdeznek. Figyelj, kapaszkodjál! Nézzek, foglalkoztat. Halál profi, anyukám. Jézusom, forog a kamera. Nézzek. Forgat az RTL Klubnál Markussal. Oda nézve forog a kamera. Olyan ideges vagyok, hogy nem igaz. A szapkás az operatőr ködik, érted? Van egy sapka van a fején. Halál idegbe. Na, hanem így mi. Úgy mond, valamilyen szinten mi történik, Markus? Nézek. Taka! Drága követő rajongó, látod, milyen jó nézek ki? Mert minden hátra csúszik, érted? Ha előre néznék, minden előre esne, érted? Anyukám, ez már gravi. Hallod? Ja, ízét nézed, mi a bőröndöt? Na most a következő van, nem mondtam neked. Szutyiba volt az öreg Cilla. De holnap, taka, lelépek. Megyek Anna Marihoz, lerongyolok 10 nap, érted? Üdülés. Lelépek, eltakáztatom magamat. Na, tudod mi van? Hát azért kell nagy bőröndöt, mert nem van egy halomizé, cugehőröm. Hanem képzeld el, hogy beszereztem Anna Marinak halál jó dolgokat, nem tudod elképzelni. Figyelj ide. Képzeld el, Gróe, megvan neked a Gróe. Na most az egy ötös rószó csaptelep, azt ki kéne itt cserélni nálam, de hát még anyukám, én meg a csaptelep, jó pofa vagy. Most kitele, hogy a Gróénak nem csak a csaptelepe, van ez egy dolog, jó, abban a legprofibb. De vannak ilyen kis szüportjai is, látod? Ez például egy törölköző akasztó, most ezeket kell levinnem. Ez például egy még nagyobb törölköző akasztó, de ez a Cube, ó, jó pofa vagy, ez a Cube. Van egy ilyen selection collection, hogy Cube, most mindjárt meg azt mondja, valaki értesz, ja, egy kani írt, ja, jó, még jó nézi. Aha, jó, megvan. Várjál csak. Mondom a másik, várjál csak, kivadászom az aciból, jó? Gróe, minden Gróe, Anna Mari olyan boldog, hogy még, nem tudod elképzelni. Csak halál nehéz. És most ezért kellett nekem egy pupos bőröndöt, nézd meg, milyen jó néz ki. Ez quality. Ja, most látom, mit írt a Kani. Jézusom, taka, várjál már, quality. Jó, anyukám, ezért toalett kefe, ki van még itt valami? Support, nincs, jó, ezek már nem azok. Halál előkel. Szóval mondom, ja, és tudod, mi a másik? Ezt ne felejtsd el. Amikor ilyet veszel, akkor lehet megvenni egy picivel drágábbat, de ez 15 évig ott lenne, szerinted nálam a WC-keve hetente van cserélve. Szóval egyszer érted, rárongyolok, nem is a... Cilla, oda néz, pupos Samsonát, csóri, nézek, lökik, ütik, verik. Na most ebbe fogok bepakolni. Nézd meg, ezek a... Ja, jó, nem. Várjál, mert... Jó, semmi, nem idegeskedel. Ezeket ide... De amit akartam mondani neked, figyelj ide, nem tudom, te mit csinálod. Na most annyit kell... Oh, tiszta! Kifeküdt a Cilla a szőnyegen. Figyelj ide, konyha kiállítás van a hétvégén, ezt ne felejtsed el, még egyszer mondom neked. Úgyhogy te szépen kitakáztatod magadat, érted? Megint... Igen. Jó! Jó nehéz. Várjál, nem fér be, csak keresd, nem így befér. Szóval, ja nem ezt akartam, most ezt nem kell neked végignézni, ahogy én most itt gyönyörűen a Cube-ot lököm be, meg ezt is. Ebben ez olyan könnyű, mindjárt megnézem. Na nem ez a lényeg. Mondom neked, hogyha kimegy el a konyha kiállításra, most rám figyelj, ne az, hogy én mit pakolok, meg mit, összeesik a Cilla. A konyha kiállításon először is találkozhatsz az Andikával, a Thermomix-es Andikával, érted? Egyszer. Akkor menj oda a Gáborhoz, kint lesz a Gábor az vasárnap a Gróétól. A Gróénél próbált ki ezt a szénsavas vizet adó csapot, mert bele fogod te szeretni. Érted? Nincs
kulcs, nincs flakon, nincs üveg, kész, taka, anyukám, környezetvédés van. Akkor ott van a Philips, akivel muszáj találkoznod, ott a Senseo kávét próbáld ki, és így áll egy Milka csokoládét. Isteni, isteni, ezek végig ott lesznek, érted? Jó, még ezt kell ide belöknöm. Igen, anyukám, halál, Gróéba vagyunk. Szóval ez a program, ezeket menjék ki, halál jó dolgok vannak. Ki, a Cliff konyha, nem tudom, tudod, kivel találkoztam én ott tavaly? Hát a Tilla-Tillával, anyukám, ott vonogatott, mert újítsák a ház. Jaj, Freedom Tilla. Na jó, millió az ügy, anyukám, rongyolunk, takáztatom magamat, szájé! Drága követő rajon, te, de már reptéren pupozkodom, érted, jövök itt a szobba le, föl hínunt, heridegben, nem tudod elképzelni. Már kiértem, már lekapták, érted rólam? A cipőt, a táskát, vedd elő, tedd ki, tedd be, jobbról, balra, te, mi, várjál, mit árul, nézem, mit árul. Ha van itt minden, hát teljes idegbe vagyok. Jó, hát taka, érted, nem golyóval, te takázol ki, na most nagyon előkelő az egész repülőtér, föl tudol te menni. Várjál, nézzék meg a járatot. Képzeld, drága nagynéném azt mondta, te, én mindig a Joe-val utazom, és most tudtam meg, hogy ezen a táblán mi van kiírva. Mondom, Idi, hogy most jöttél rá, érted, hogy ide, hova megyek? Figyelje csak a Nicát. Azt mondja, Vienna, nem, takat, Nice, az a gét, nincs gétinfo, 23 perc, jó nézel ki. Rongyoló tovább, érted? Te, úgy látom, a KFC a szájéba került, ezt takába rakta magát. De mindenki utazik, mindenki karibon van, érted? Csuti meg a Manyi most együtt utaztak, azt is figyeltem, érted? Vagy hát nem tudom, hogy együtt, érted, mint egy pár, érted? De hogy úgy mentek, érted? Mentek a Sanyihoz. Südi Sanyinál utazik mindenki. Igen, hát te is cipel, anyukám, nagyon cipel engemet, de hozzá odébb, drága aranyanyám, egy pillanatra se tarts el engemet fölfelé. Várjál, szóval, Südi Sanyinál van mindenki, teljes idegben. Nézzek úti társaim, mennek, kérdezzem, mennek Angilaliba, gondolom, érted? Halálmelóban van. Apropó Angilali, hát oda is kéne mennem. Na jó, ebbe a Liroyba, várjál, mi van itt, mit adnak? Millió az ügy. Ne tartsál föl, lesz-e kedves? Anyukám, lelőktem magam, hát ugye a KFC bezárt, érted, teljesen oda vagyok, a keddi kosárnak takar, érted, nem tudod elképzelni. Hát itt a Liroyba vagy hol, érted, eszem egy salátát, aztán. Szóval képzeld el, hogy a kulcsárcsuti, mondjuk lehet, hogy már nem kulcsárcsuti, tehát elment és a Manyival nyaral. Most néztem, úgy figyelek, hogy te ezt nem tudod elképzelni, óriási az üdülés, érted? Teljes idegben vannak, most minden karib, meg nem... Olyan előkelőek, hát mindenki bepörgött, de mit akartam neked mondani, várjál már fogalmam sincs, akit idegbe vagyok, érted, hogy elmesélek neked egy pár dolgot, és utána vége, szájé. Hú, anyukám, az asszonkák nagy ízében vannak, integetésbe készül a fotófelvétel, de mindig beállnak átuk mögé, már annyi idegbe vannak, de már ugye 8-at csinálják a lánykák, érted, mert utaznak, üdülés van, érted, ők is mennek a üdülőbe, jó pofa vagy. Papa is bejön a képbe, halálidegbe vagyok, nem tudod elképzelni. Te, olyan rémrosszat sikerült tennünk ebbe a Liroyba. Kecske sajtos szalátát tettünk, mindent ráöntöttek, anyukám, a fenyőmagtól a szilváig, a mazsollá, minden volt benne, hanem ezt nem hiszem el, érzed, de kevesebb az több, ezt ne felejtsd, de várjál, mert csak tudnám, hova kell menni. Te, olyan millió ügybe vagyok, várjál már, na, nyugdíjas testvéranyáim, hogy föltorlottak a mozgó lépcsőm, én már húzom, vonom magamat, tartsad már egy pillanatra nekem a vonala, micsoda Audi Sport van ide kilökve, hát már ez a következő, hát jól nézel ki, nézel, halál kék. Jézusom, de jól néz ki itt a lőlő, vagy nem a lőlő, hogy ragyog egyem a szívét, te. Hát az Andi úgy fődobta őt, tehát ő ki, Polgár Csaba, igen. Feljel lefelé a Hoti, Edina Dzividzivel, igen. Igen, most láttam egy másikat, te a izét láttam, most kilakta a Szorit. Várjál most a német Krisztóf, Szori, nem, Kovács Kati, millió az ügy, ja, meglepi. Ó, nézel, az öreg Lukács Sanyi.
Várjál, ő az asszonkája. Igen, millió az ide, hogy a lölővel mi történt. Te, olyan morci, mi a baj, löl? Hát ne idegesíts ő már engemet. Nézd oda, itt meg viszik a zinagógát, vagy a templomot, a katolikus félház, Jézusom. Várjál, már itt vagyok, turista, autó, újság, nem, külföld, nem, kiskegye, tavasz, Jézus, a Zófi, de jó néz ki. Csajokat megvettem, azt ismerem. Ő kicsit van, itt, ezt néztem, nézzek. Válság. Hú, de jó sok itt a barnitógém rajtad, Viktor. Fordulópont az életükbe, érted? Őt néztem, hogy a kisfiú vette észre, hogy az asszonka terhes. Látod? Van esze. Akkor igen, igen, sztori. Aliptai, Klaudia, Nagy, Attila. Nézzek, ilyen jól nézett ki, Atti, halál ragyog. Hát mit vegyek? Hát nem tudom eldönteni. De őt, meg őt mindig keverem, nekem ők így nagyon egyformák. Ő, de be most tolygunk, aztán... Zsinfra, Varga Izabella. Szerszé la femme, femme de la femme. Dobod el, aha, pénz, nem adsz érte. Ella, jó, azon is, nem tudom eldönteni, hogy a Lajcsiról olvasszak. Ők is válnak, és most itt van a válság, van ideges vagyok, nem tud elképzelni, várja, igen, őt itt is, itt nézek, de most ez főszabadul, most lett, hogy a Viktor is főszabadul, anyukám, egy percig ne aggódja. Micsoda címlapja van, nézek a icapnak, a izének, valami nélettő is, tudod, nézek, olyan kicsi, hogy itt kicsúszik az egész, érted, a icap, a burda. Anyukám, hát ezzel hazatalálsz, érted? Minden... Jaj, veszek Anna Marinak keresztet, de nem egy szodokusz, várjál? Álljál meg, mit szokott ővel? Várjál, skandináv, igen? Anna Marinak viszem a skandinávot. Nagyon jó a WC-be, tudod? Te is tudod használni. Pillanat. Az ügyeszből veszek? Na, várjál, nem csak amilyen kérdéses, tudod ezeket? Szodokú, menj már anyádba, szodokúzzál már, szajó, pofa vagy, várjál már. Fú, na várjál, megvettem, azt mondja, a barnitókrém, az nagyon sok most, a barnitókrém, lapozod, nézd meg, itt is, azt mondja, kétségbeszve menti, igen, menti a házasságot, Zivizi tisztelete, szeretete jelejül elvette Edót, érted, hogy tisztességes asszonka legyen végre, érted, férjezett asszonka, bármilyen, mi van a Benúban, nem, ja, itt a kisfiútól megtudták, hogy jön a baba, jön a, az asszonka nem vette észre. Mondjuk tudod, a múltkor a Edina meg nem értette, hogy jött a baba. Ő meg egyszerűen nem tudta összerakni ezt az egészet. Őt meg a gyerektől tudja meg. Hát a millió ügybe vagyok. Igen, 60 lett, már őt nem, ő már szájéba került, anyukám a barátok közt már szájé. Elbuktam apa, tündétől minden tanul, hogy jövöl le a lépcsőn, hogy eszel a késsel, a villával, mindennel. Ő egy igazi etikettes, érted? Tehát, hogy majd itt is néz. Tündi olyan előkelő lett egy pár év alatt, érted, hogy ő téged etikettre oktat, de majdnem olyan, érted, mint a izé volt. A Madame Etikett, Marie Antoinette-nél, vagy a izé, hogy hívták a Sissinek az izéjét, mondjad, az Eszterházi grófnőt, érted? Ő is mindent megtanít, hogy jössz a lépcsőn le, hogy mész föl, hogy eszel, hogy nem, hogy fogod a poharat, olyan jókat tanít, érted? Most tanultam, már tanítja. Egy pillanat alatt, ilyen jól néz ki az árpé, érted? Ragyog, igen, külföld nem érdekel, őtet nem. Szóval millió ügy van, igen, Nagy Feró, ez meg ezért szájba kell. A Brad Pitt ragyog, igen, a Cecilia ide most szerepben van, most van, ő is szerepel, igen, igen. Egy millió, hogy hívják, keresztrejtve. Miért vettem külön keresztrejtve, amikor itt van ez az egész izé, hóbelebant. Na jó van, takanyukám, repülünk. Anyukám, megérkeztünk, a halálnizában vagyok, nem tudod elképzelni. Kis ukrán testvérem ült mellettem, és bármit mondtam neki, mindenre azt mondtam, bocsánat, nem értem. Jó, mondtam már ki, harás szó. Ennyit tudtam neki hozzáfűzni a mondandójához. Most meg idegbe várom a bőrt. Olyan idegbe vagyok, hogy még érte. Anna Mari, gondolom, itt van, de az is lehet, hogy elfelejtett anyukám, és akkor rongyolok a villamossal. Figyelj, kapaszkodj. Na nézd, na Anna Mari itt van, nézzek? Itt van Anna Mária. Cicike! A cicike! Valá, csit arrivé? Szai Mari, de vagy? Ejj már, itt van Anna Marival élőzünk.
Egyél, Marci. Egyél, jól nézel ki. Sziszike, de szép. Jaj, de szép a sziszike, oda nézi Anna Marival. Anyukám, Anna Marissa hasonló cipőben van, mint jó magam. Jól nézel ki. Sziszike?